Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét itt az ünnepi beszélgetésekben, hiszen ebben az időszakban napról napra érdekes témákkal jelentkezünk, illetve érdekes emberekkel, és ez a beszélgetés arra is lehetőséget ad, hogy egy kicsit visszatekintsünk, értékeljük az évet, de természetesen előre is nézzünk 2018-ra. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiumban Laufer Tamást, a Digitális Élményközpont, az Alba Innovár vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örömmel jöttem, én mindig örömmel jövök, én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Az Alba Innovár tekintetében mondhatjuk azt, hogy nem teljesen egy év, de az nagyon mozgalmas volt itt a 2017-es év vonatkozásában, bár mondjuk az előkészületeket vehetjük teljesen egy évnek is. Hát közel egy év volt valóban, és tényleg az ember általában az év végével számot vett, hogy is sikerült ez az év, és hogy mennyire sikerült az év, még nem sikerült igazából számot vetni, mert bár ideglenesen, vagy pontosabban erre az évre a tegnapi nap folyamán volt az utolsó hivatalos tanítási napunk, hiszen a kollégáknak, tanároknak is el kell menni téli pihenőre, hogy így mondjam, hogy feltöltődve január elején újra tudják kezdeni az Innovárnak a működtetését. Én igazából az eredményeket mondanám, és az talán mindenért beszél. Tehát közel 2000 diák fordult elő nálunk ez alatt a rövid időszak alatt, tehát hivatalosan ugye szeptember 1-én nyitotta az Alba Innovár. Valójában már előtte 4 nyári tábort végig tudtunk vinni. Ott 80 gyerek volt, nyílt napokon is tudtunk részt venni. Voltak nálunk a legkiválóbb jégkorongosaink, voltak a legkiválóbb focistáink, sok mindenki volt, természetesen a Fehérvár Média munkatársai is voltak, és tényleg sokan voltak, és nagyon pozitív hangukat kaptuk, és arra igazán büszke vagyok, hogy egy olyan csapatot sikerült összeformálni, amelyik, hát a visszajelzések alapja, mert minden nap van visszajelzés, a gyerekek és a felnőttek visszajelzései alapján teljesen oda teszi magát a sikerért, ért is hozzá, amit tanít, vagy mutat a gyerekeknek, vagy ahogy coacholja, mentorolja őket a másik oldalról, és ezt szívvel, lélekkel teszi. És az, hogy közel 2000 fiatal véglátogathatta néhány hónap alatt ezt a központot, és közelebb került ahhoz a 21. századi láthatatlan átdigitalizálódásához, ami nem azt jelenti, hogy az emberek robottá válnak, hanem csak annyit jelent, idézőjelben, hogy az embereknek meg kell tanulni a robotokkal együtt dolgozni, hogy így egyszerűen fogalmazzam, és én azt gondolom, hogy Székesfehérváron van egy 7. évfolyam, aki ezt már érti, van egy 8. évfolyam, aki ezt már érti, és nagyon remélem, hogy egy éven belül nagyjából már több, mint a fele fiatalra igaz lesz, akik Fehérváron tanulnak. Mondhatjuk azt, hogy akkor itt Fehérváron előre menekültünk a jövőbe? Én azt gondolom, hogy igen, és borzasztó büszke vagyok arra, hogy élén a polgármester úrral a képviselőtestület, az önkormányzat támogat, a fehérvári média támogat, és mindenki támogatnak, a szülők, a fiatalok oda vannak értem, és egy kicsit kiebb lépünk Fehérvár határain kívül, akkor azt kell mondanom, hogy most mindenki Fehérvárra néz, hogy mi az az újabb produkció, mert látják azt, hogy valahogy Fehérvár elstartolt a többiek, tehát a többi város között, ezen a területen is, és próbálják, hogy úgy mondjam, tanulmányozni ezt a mini, nem is tudom, hogy fogalmazom, mondjuk mini csodát, hiszen valahonnan sokat beszéltünk már évek óta, hogy kellene, vagy szükség van ilyenekre, de igazából a tettek azok, amik ténylegesen megmutatják, hogy az akarat az mennyire tud végigmenni, vagy végbe menni. És Fehérvárnak volt egy akarata, és elkezdett valami folyamatot, és azt gondolom, hogy ezt a folyamatot tovább kell vinni, és nem csak Magyarország, hanem talán azt kell mondanom, hogy Európa, sőt, még Európán túli országok is, akik meghallják hírünket, akkor azért ránk néznek. Tehát nem véletlen volt az, hogy például köszönhettük köreinkbe a dél-afrikai oktatási minisztert, vagy például a német testvérvárosoknak a polgármestert, és mindannyi azt kérdezte, hogy hogyan tudnánk segíteni nekik, hogy ezt ők is beindíthassák az otthonokba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most jó helyen járunk. Akkor mondhatjuk azt, hogy egy minta is lett a fehérvári Alba Innovár. Az, hogy igazi minta legyen, szerintem még sokat kell dolgozni. De azt, hogy
hogy az egyfajta akaratnak a mintája, meg azt, hogy tényleg, még egyszer mondom, hogy elmozdultunk valahonnan, és ennek a célja igazából az, tehát ennek az élményközpontnak, hogy a gyerekeink, ők saját maguk meg tudják ítélni azt, hogy a jövőbe milyen pályát válasszanak. Illetve arra is fel kell készíteni őket valamennyire, hogy valószínűleg nem egyetlen foglalkozás lesz az életükben, ami majd végkíséri az életpályájukat, hanem elképzelhető, hogy folyamatosan változtatni kell. Véleményem szerint ebben a pillanatban az oktatási rendszerünk még nem képes ezt erre felkészíteni, de én azt gondolom, hogy az akarat az teljesen megvan az oktatási rendszerben, hogy megújuljon ebből a, tehát tartalmi megújulásokat is hozzon, de itt még éveket kell várni. És én azt gondolom, hogy egyikünk se akarja azt, hogy éveket elveszítsünk abból. Én nem szeretném, hogyha akár az én fiam generációja éveket veszíteni abból, tehát hogy a lehetőségeket megszerezze majd ahhoz, hogy ő helyesen tudjon dönteni, amikor milyen gimnáziumban megy, vagy középiskolában megy, milyen szakmát választ, milyen egyetemet választ magának, és végül is milyen pályát választ magának. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. De azt gondolom, hogy nem szabad ezt a privilégiumot, ezt a lehetőséget önmagában csak a fiataloknak adni, hanem nagyon fontos lenne, hogy a felnőtteknek is meglegyen ez a döntési lehetőség, hiszen a felnőtteket nem lehet leírni, hogy ők már úgyis bekerültek ebbe a malomkerékbe, és akkor csak tapossák minél gyorsabban, és csak nem esnek ki belőle. Tehát én azt gondolom, hogy a következő lépcsőnek valahogy ebbe az irányba is el kell mennie. A felnőttek mobilisak meg rugalmasak? Azt gondolja? Vagy vannak olyanok? Én azt gondolom, hogy a példa az nagyon sokat számít, és én azt látom, hogy először kétkedve fogadták ezt az egész kezdeményezést, és meg kell jegyeznem, hogy most is vannak nem csak diákok, sőt, diákok kevésbé, mint tanárok. Azért hadd mondjam el, hogy a közel 2000 emberbe 1500 srác vett részt hivatalosan ezeken a napokon. Tehát amikor tanrendszerűen vagy projektnapszerűen mentek be, a többi az nyílt nap volt, meg ilyen speciális látogatások, meg a tábor úgy jön össze a 2000. Közel 100 tanár kísérte végig a fiatalokat az útján, és akkor el kell mondanom, hogy köztük voltak olyan tanárok is, akik megkérdeztek tőlünk, hogy ezt most mi miért csináljuk? Tehát miért kell, hogy megtanuljanak programozni a gyerekek? Miért gondoljuk azt, hogy robotokkal, ilyen virtuális realitás, tehát ez a VR szemüvegekkel, ilyen speciális szemüvegek, amik az ember egy másik világba varázsolja magát, vagy 3D-s nyomtatásokkal arra képezzük ki a gyereket, mutatjuk meg a kis mesterfogásokat, hogy egy kicsit ösztönözzük a gondolkodásukat, és a lehetőségek tárházát így megnyissuk előttük, és akkor ott nem hiszik el, és higgyel tényleg ilyen volt, hogy voltak olyan tanárok is, akik a gyerekeket kísértek, hogy nem hitték el azt, hogy ma robotokkal együtt dolgoznak már emberek. És nekünk kellett ott YouTube-on, meg egyéb csatornákon mutogatni nekik, hogy hát nézze már körbe, nézzük meg csak a gyárakat, amik Fehérváron vannak. Tehát, hogyha elmegyünk a Denzóba, az Arkonikba, a Harmanba, és még sorolhatnám sorolhatnám tovább a gyárakat, akkor ott azt látjuk, hogy van egy robot, ilyen karos robot, amelyik veszi ezeket a dolgokat, és akkor mellette áll 3-4 ember, és mondjuk a robot 10 perc alatt megcsinálja azt, amit utána 2 óráig csinál az a 4 ember ott mellette, és utána újra robot jön. Tehát, mert vezető nélkül pálya is épül. Pontosan így van, Zalaegerszegen, tehát én azt gondolom, hogy ez is nagy büszkesége lehet Magyarországnak, és nem csak büszkeség, hanem ez egy lehetőség, és ez a jó, amikor a büszkeséget és a lehetőséget egy útra tudjuk terelni. Tehát nagyon sok múlik még rajtunk, és azt gondolom, hogy itt a médiának is megvan a felelőssége és a lehetősége is, hogy felvilágosítás terén tudomásul kell venni. Én mindig elmondom minden beszédben, tehát amikor jönnek hozzám, és nagyon büszke vagyok, hogy nagyon sokan jönnek az Alba Innovárba, amikor ilyen előadásokat is lehet tartani, be lehet mutatni a képességeket, hogy ne gondolják azt, hogy ebbe a pillanatban, ha azt hiszük, hogy kamionsofőrre mekkora szükség van, és mekkora lehetőséget jelent az, hogy 5 év múlva is szükség lesz rá, vagy 10 év múlva. Nem lesz szükség. Tehát a mi gyerekeink, azok nem lesznek kamionsofőrök. Maximum kamion
karaván kísérők lesznek, az elején, a közepén vagy a végére szükség lesz majd egy ember, és akkor megy 30 autó egymás után a strádán, vagy különböző útvonalakon. És ugyanez vonatkozik a buszvezetőkre is. Ma ebben a pillanatban nagyon nagy igény van, de 10 év múlva feltehetőleg virtuális kötött pályán fognak közlekedni ezek a buszok, mint mondjuk egy trolibusz vagy egy metró. Mert olyan technológiákat fognak kiépíteni, pont ugye említette, hogy Magyarország is Zalaegerszegen építi ezt az önvezető tesztelő pályát, pontosan ez a lényege, ilyenek lesznek már 10 év múlva, és ezért meg kell mindenkinek találni a lehetőséget, hogy hogyan találja majd meg azt a szakmát, vagy hogyan talál majd rá az a szakma 10 év múlva, amit még nem tudunk. Egyet tudunk, hogy körülbelül az 50%-a mostani szakmáknak az meg fog szűnni. Nagyon sok banki állás meg fog szűnni, mert automatákkal, mint hogy a call centereken keresztül automatákkal fogunk beszélni. De én azt gondolom, hogy ez nem rossz, hanem ez egy új lehetőséget ad, hiszen ilyen lehetőségek ezek mindig jöttek az életbe. Mindig szoktam emlékeztetni arra a barátaimat, hallgatóságomat, akikkel szoktam beszélgetni, hogy amikor így megrettenünk az előttünk lehetetlennek látszó, de ilyen bevehetetlennek látszó valami olyan vártal, amit nem is tudunk elképzelni, hogy hol van az a vár, hiszen nem látjuk még, akkor arra emlékeztetek mindenkit, hogy az emberiség történetében a nagy részében egészen a 20. századig Magyarországon több mint a 90% az embereknek mezőgazdaságból élt. Ma meg csak alig egy pár százaléka él mezőgazdaságból, és minden másra foglalkozunk. Itt a dolog csak arról van szó, hogy mondjuk az ipari összeszerelő helyekről át kell majd ülni valami másféle pozícióba, de egy biztos, hogy annak van lehetősége, vagy annak lesz több lehetősége, aki többet tud, többet tanul, kreatívabb lesz, több alkotó képesség lesz benne, és lesz benne egy szorgalom. Úgyhogy erre akarjuk egy kicsit bátorítani a, nem csak mondom, jövőre már nem csak a fiatalokat, hanem a felnőtteket is az Alba Innovár Központon keresztül. Már érintettek egy kicsit a jövőre vonatkozó terveket is, akkor hát azt gondolom, hogy egy Alba Innovár tekintetében, ami folyamatosan fejlődik és olyan technológiákkal dolgozik, ami tényleg ilyen napról napra változhat, a 2018-as esztendő is nagy pörgést fog hozni. Az biztos. Igen. Jó lesz egy kicsit pihenni itt a két ünnep között, azt gondolom, vagy az ünnepek alatt. Nekem személyesen nagy terveim vannak, hogy ezt a víziót, nekem van egy olyan vízióm, ugye Fehérvár az egy gyönyörű város, és fantasztikusan megújult az elmúlt években. Viszont a Külcsín mellett egy belbecset, tehát és létre kell hozni azért, amiért fontos az, hogy Fehérvárra még többen jöjjenek. Ugye Fehérvár 100 000 fölötti város volt, most is 100 000-esek vagyunk, hogyha napközben nézzük, hiszen nagyon sokan bejönnek. Több tízezer ember bejön dolgozni. De valójában a statisztikai létszámunk 100 000 alatti. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy kevesebb gyerek születik, remélhetőleg ez a trend, sőt ez a trend már megfordulni látszik, de én azt gondolom, hogy az, hogy Fehérvár igazán vonzó város legyen, ahhoz fel kell mutatni az ide költöző családoknak egy olyan perspektívát, hogy akár mérnökök, szakemberek, humán értelmiségiek, de ugyanúgy természetesen képzett emberek is érdemesnek tartsák, hogy ide jöjjenek Fehérvárra, akár a ország bármelyik másik részéről. Versenyeznek egymással a városok, akárhogy is nézzük, és az, hogy Fehérvár igazán versenyképes legyen, ezért azt gondolom, hogy az oktatási rendszerét is meg kell újítani. Az Alba Innovár, amit elkezdett, az mondhatni, hogy talán egy kicsivel nagyobb csepp a tengerbe, vagy azt is mondhatnám, egy követ beledobtunk a pocsolyába egy kicsit, de nem teljesen igaz, hiszen itt azért remek jó szakkörök már azért elindultak különböző iskolákba, és azért vannak Fehérvárnak is bravúros eredményei, akár a közoktatási rendszerén keresztül. De a terv az, vagy az én vízióm az, hogy szeretnénk elmenni az iskolákba, együttműködve természetesen a tankerülettel, a szakképzési központokkal, és szeretnénk egy olyan szponzori programot kitalálni, hogy feltállalni az iskoláknak, hogy összefogva az iparvállalatokkal, egy-egy iparvállalatokkal,
ezeket a digitális eszközöket láthatatlanul beépíteni, és ezt hangsúlyozom, láthatatlanul beépíteni az oktatásba, tehát, hogy itt miről van szó, nem arról, hogy 40 percet megy az oktatás, és akkor 5 percet bekapcsolják ezeket az eszközöket, és valamire kényszeredetten használják, hanem egy sokkal hatékonyabb, sokkal sikeresebb oktatást, ami a gyerekeket végig leköti, és nem csak az első 2 percben tudja ott tartani az órán, már úgyhogy szellemileg. Tehát egy ilyen rendszert szeretnék megvalósítani, és ehhez keresek partnereket. Én már el is kezdtem ezt a körjáratot a nagyipari vállalatok között, és azt kell mondanom, hogy van rá hajlandóság a tankerületbe is, és már beszéltünk egy kis iskolai igazgatóval, akik szintén ezt szeretné. Tehát egy kicsit szeretnénk előrébb vinni ezt a területet is, valahogy úgy nevezem, hogy ez az Alba Innovár mobil kommandó, tehát hogy mi ki is megyünk most már, nem csak ott tartunk helybe, hanem ki is megyünk az iskolákhoz, és segítjük majd őket, hogy hogyan építsék be ezeket a digitális eszközöket a rendes oktatásba. Ez az egyik, mondjuk azt, hogy jövő évi álmom, a másik pedig a felnőtt oktatásba szeretnénk lépni, ez több szintű. Először is, bár még ez nem a, nincs is jogom, hogy bejelentsem, de indultunk egy Európai Uniós pályázaton, és úgy tűnik, hogy mivel most már nagyon a finisébe vagyunk, és informálisan értesítettek, de hát itt még bármi történhet, de hogy nyerünk egy több tízmilliós pályázatot arra, hogy a hivatalosan arról szól a dolog, hogy a 45 éven felüli felnőtteknek, akik munkanélküliek, szerintem ez a kategória azért nem annyira illik Székesfehérvárra, mert azért a munkanélküliség nem tipikusan jellemző, de mi ezt úgy fordítottuk le, és ezt el is fogadták tőlünk, hogy azok, akik potenciális munkanélküliek, tehát azok, akik 5 éven belül fenyegetettek abba az irányba, hogy munkanélküliek legyenek, annak szeretnénk felállítani egy ilyen digitális képzési programot a jövő év folyamán, amik konferenciák is lesznek, ilyen kétnapos képzési napokat többször is csinálunk, és más rendezvényen is részt tudunk venni, nyilvánvalóan itt szeretnénk megint csak a Fejvár Média Központtal is egy együttműködést keresni. Ez az, ami már majdnem fix. És akkor ezen kívül kooperálunk, együttműködünk az ALBA műszaki karral, ugye az Óbudai Egyetem Alba Műszaki Karral, és próbálunk közösen beindítani szakot, tehát például az a robot, amit már jól ismernek, a fehérvári tévénézők, a Pepper robotunk, vagy mi Albának becézzük, a gyerekeink szenzációsan már tudják programozni, remélem, hogy januárban egy bemutatót itt a Fehérvári stúdióban, vagy önök jönnek hozzánk, nem tudom, ezt majd még megbeszéljük, tudunk majd tartani. A lényeg az, hogy megtanulták programozni, és oda elértünk a kooperációval az egyetemmel, hogy ők kihelyezik az egyik fakultációjukat, és ez egy hivatalos, hogy úgy mondjam, tantárgy lesz az ALBA műszaki karon, hogy programozzanak ilyen humanoid robotokat. Tehát, hogy egyre jobban, pedig még csak fél éve kezdtük, és egyre jobban erősödik ez a fajta együttműködés, és valójában azt szeretnénk elérni, hogy több mérnököt, vagy több szakembert tudjanak kibocsátani robotika és programozás területén a rendszerből itt Fehérvár körül, és ezért mindegyikünknek lenne egy vállalása. Lesz az egyetemnek egy vállalása, hogy külön szakokat indít be, és ezen dolgozunk közösen. A másik oldalról meg lenne az Alba Innovárnak is egy vállalása az, hogy hogyan lehet 6-12 hónap alatt kiképezni, vagy átképezni embereket egy adott terület egy egészen más területre. Erre vannak példák, és itt próbálom behozni majd azt a szövetséget, az informatikai szövetséget, aminek a nem tudom, hányadállásban az elnöke vagyok, és akkor annak a tapasztalatait, illetve a szakembereit is, hogy ahogy az Alba Innovárban is segítettek a felállításba, hogy ugyanúgy ebbe a felnőtt oktatásba is segítsenek majd. Úgyhogy vannak. Azt hiszem, hogy igen. Lehet, hogy még 3-4 műsort is ki tudnánk tölteni. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én nagyon köszönöm. És hát természetesen akkor januárban is folytatjuk a folyamatos beszámolókat. Úgy legyen. Boldog új évet kívánok. Köszönöm viszont. Kedves nézőinknek pedig megköszönöm, hogy velünk tartottak ünnepi beszélgetésekkel. Holnap is jelentkezünk. Viszontlátásra.